Mai ünnepünkön az ünnep fényét közreműködőnk Sövegjátó Áron, a Madách Színház művésze fogja emelni. Két verset hallhatnak előadásában. Az első költemény Petőfi Sándor alkotása, akit a 200. centenáriumi éve kapcsán is ideidézünk. Fogadják őt szeretettel. Petőfi Sándor, ha férfi vagy, légy férfi. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitván gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénk ebb a sors, csak csahol. A bátraktól szalad, kik szembeszállanak vele. Azért ne hagyd magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szád hirdesse ezt. Minden démosztenésznél szebben beszél a tett. Építs vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar. Ha megtevi munkáját, elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi. Legyen elved, hited. És ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted. Százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad. Hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi. Függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruba ne erezd. Vesd meg, kik egy jobb falatért eladják magokat. Koldusbot és függetlenség, ez légyen jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi. Erős, bátor, szilárd. Akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa. Mit a vihar kiképes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti. Felkérem dr. Fetter Ádám polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt megemlékezők, kedves pilisvörösváriak! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma itt van, hogy együtt méltón emlékezzünk nemzeti ünnepünkön az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján. 56 hőseit ünnepeljük a mai napon, azt az álmot, mely a szabadságot, a függetlenséget jelentette az egész nemzetünk számára. A szabadság fogalma sokféleképpen kibontható, mást jelent a művészetben, mást a politikában, de a lényege ugyanaz. A döntés a tett megvalósításának lehetősége. Fontos dolog tudni és érezni, hogy tehetünk a szabadságunkért, ha kell verssel küzdünk érte, ha kell lázadunk azért, hogy ne fosszanak meg tőle, és ha kell, fegyvert fogunk, hogy kivívjuk és megvédjük. Hálát kell adnunk ma elődeink hősiességéért, azért az egységes és közös eszméért, melynek alapját megteremtették nekünk. Az egyes történelmi korokban eltérő célokért harcoltunk mi magyarok, a szabadság eszménye szinte mindig ott lobogott a harcba vonulók zászlaján. 1956-ban a magyar nemzet hián volt a szabadságnak. Nem volt szabad a gondolat, a sajtó, a művészet, a politika és az élet többi fontos része sem. Az október 23-án történt eseményekről szüleinknek, nagyszüleinknek még beszélniük se volt szabad. Egy maroknyi fiatal kezdeményezése hatalmas országot átérő forradalomnál nőtte ki magát, majd a karhatalom első lövése, fegyveres harcá, forradalommá alakította át a társadalmi elégedetlenséget. Azonban, hogy Jelenics István piarista szerzetes szavaival éljek, egy ilyen rendszer nem tartható fenn sokáig, még akkor sem, ha szuronyok vigyázzák. 1956-ban, ott és akkor szinte reménytelen volt hinni abban, hogy eredményt ér el a forradalom. És mégis, annak ellenére,
hogy véresen, kegyetlenül leverték, a következő időszak megtorlás hulláma további százak, ezrek életét vette el, vagy tette tönkre, azonban mégis megváltozott valami. A hatalom néhány év után puhulni kezdett, és a diktatúra Magyarországon lett a legelviselhetőbb a szovjet blokk államai közül. Tisztelt megemlékezők! Mi itt és most 2022-ben tudjuk, hogy az 56-os eszmék mennyire fontosak, hiszen az a fajta szabadság, amiről ott és akkor álmodtak, nekünk már az életünk elválaszthatatlan része lett. Ugyanakkor a mai kor emberének más tartalmakkal is bővült a szabadság fogalma. Így nekünk is okkal van féltenivalónk. A 21. század szabadsága kicsit más, kicsit bonyolultabban leírható, de nekünk ugyanolyan fontos, mint elődeinknek, és biztosan éreznénk a hiányát, ha nem lenne. Magyarország újkori történelmének utolsó szabadságharcára és forradalmára emlékezünk ma, és fejet hajtunk azok előtt, akik harcba indultak a nemes eszme nevében, a lehetetlen körülmények között is. Emlékezzünk rájuk, és meséljük el történetüket gyermekeinknek is. Tisztelet a hősöknek! Köszönöm, hogy meghallgattak. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj. Nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelittanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsös, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. A bakter előtte áll s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek. És a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek rábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolában menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő. De föntről e kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható, hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol, s miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük. Őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg. Ünnepségünket a koszorúzással folytatjuk. Koszorút helyeznek el Pilisvörösvár város önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében dr. Fetter Ádám és Szaksz László elnök. Thank you.
tegyünk együtt Vörösvárért Egyesület nevében Strack Bernadett és Bakos László elnök. Polgári Párt és KDNP nevében Gráf Tibor és Péntek Miklós. Vörösvárért Közéleti Egyesület nevében Kollár Serrel Erzsébet, Pándi Gábor és Pressző Gábor. Koszorút helyeznek el Mátrahegyi Erzsébet és Cser András képviselő. Közoktatási intézményeinek nevében koszorút helyez el Szabóné Bogár Erika, Oláné Szabó Anita, Simon Zoltán és Szonták Nándor. Nevelési intézményeinek nevében koszorút helyeznek el Kisné Répási Anikó, Kárpáti Henriett,
Kondákor Zoltánné. Napos Oldal Szociális Központ nevében koszorút helyezel Péntek Beáta intézményvezető. Testülete nevében koszorút helyezel Zelenai István és Molnár Sándor. Klub nevében koszorút helyezel Prohászka István elnök és Gut Ferenc elnök helyettes. László Kertbarátkör és a Szebb Környezetünkért Egyesület nevében koszorút helyezel Temesvári Anna és Gemela Elvira. Egyesület nevében koszorút helyezel Izsák Márton és Sár József.